Bármit is csinál az ember, belülről a szimmetriára törekszik. Miközben a szimmetria veszik körül. Mindkettő nagyon izgalmas egy alkotó számára, mondja Mózer Zoltán fotóművész. Ezt a kettősséget akarta megmutatni ezzel a tárlattal. A szimmetriára azt mondják, hogy tele van életerővel, örömmel. Ugyanakkor van benne valami, majd itt el fog hangzani egy Nagy László vers, aminek a vége, hogy ránk erőszakolják az életbe a szimmetriát, és mi nem valami más szeretnénk. Ha nem szimmetria, akkor mi legyen egyszer? Persze volt egy megdöbbentő élményem a saját, nagyon örülök, ha nem nekem kell felrakni a képeket, és akkor hát elkezdtem rakni, és jött a rendező, mindent levett, és mindent a szimmetriába rakott föl. Tehát ott mind a kettő figyelemről szól, mind a kettő valamiről szól, valamit üzen, ugyanakkor mind a kettő, hogy is mondja, egyszerre természetes és művi. Én nagyítom a képeimet, és ha negatívot fordítva teszem be, akkor már is a jobb és a bal megcserélődik, és így tovább. És akkor elkezdtem egyszer ezzel játszani, és létrejöttek itt az egyik szobában van, például észre lehet venni, olyan kép, ami nem létezik, és mégis van. Nem létezik, és mégis van. Itt van egy színes kép, amit egy őszi, ilyen kis őszi levélből, és nem csak a jobb balt, a fönt és a lentet fordítottam meg, és nem hiszik el, hogy az fotó. Az, hogy miről szól, nem tudom, de azt tudom, hogy szimmetria. Na most a szimmetria az olyan, mint egy parancs. Olyan, mint hogy jobbra át, balra át, vagy 90 fok, és nincs a belátomás. Mint ahogy a montázsokat is, nem, meg a többi képeimet is, az megcsinálom és berakom. És akkor most egyszer előkerült, 3 hónappal ezelőtt, egy adag. És akkor kimaradt néhány nagyon szép kép. És azt megcsináltam egy hónappal ezelőtt újra, de abból is kimaradt néhány szép kép. És akkor ez most a 3. változat, amit egy hétig raktam. Ma van olyan kép, amit ma találta meg a helyét. Itt, ha valami szimmetrikus, és te el akarsz attól térni, akkor nagyon kell vigyázni, nem tudod, hogy merre térjél el. És ráadásul pedig mindig elmondom, én a színeset és a fekete fejet soha nem keverem. Na most itt most nem csak, hogy kevertem, hanem még hoztam fát is idebe, meg ajtót is, tehát valami természetes dolgot is, és a művit is. Tehát ugye a fotó az egy technikai találmány, tehát az egy technikai csinálmány, ugye? Ugyanakkor a természetet fényképezed, amelyik... Igen, és hogy a kettő közül mi jön ki, hát ezt hívják alkotásnak, és ha ebben neked örömet lesz ebbe, én pedig ebben nagyon sok örömet leltem, akkor hát érdemes megmutatni. Ez egy játék. Ne jussunk el odáig, hogy megerőszakoljuk a szimmetriát, hanem odáig, hogy valami 1+1 az 1 legyen.